Közel 100 család látogatott el a Németh László Gimnázium és Általános Iskola családi délelőttjére, ahol bábelőadásnak, kézműves foglalkozásoknak, illetve számos interaktív programnak lehettek részesei a leendő elsősök. A nyílt nap lehetőséget adott a szülőknek és a gyermekeknek arra, hogy megismerkedjenek a tanárokkal és az intézmény körülményeivel. Farsang jegyében hívta meg a Németh László Általános Iskola alsós munkaközössége a leendő elsősöket és szüleiket a családi délelőtre. A gyerekek bábelőadáson, kézműves és környezetismereti foglalkozáson, valamint számos interaktív programon vettek részt. Szeretnénk, ha megismernék a gyerekek még az iskola kezdés előtt az iskolát, az épületet. Szeretnénk, ha megismernék a tanítónéniket, hogy könnyebb legyen nekik majd választani, amikor beiratják a gyerekeket. Nagyon fontos az, hogy számunkra is, hogy megismerjük a gyerekeket, az, hogy a gyerekek úgy jöjjenek majd iskolába, hogy nem teljesen idegenként, hanem én már itt voltam, én már találkoztam ezzel a tanítónénivel, és úgy gondolom, hogy sokkal jobban fogják majd érezni itt az iskolába magukat. A családi programot követően is lesz lehetőség megismerni az intézményt. Március 21-én, 22-én és 23-án nyílt órát szervez a Németh László Általános Iskola a leendő elsősök számára, hogy betekintést nyerjenek a tanításba.